háború kezdete óta folyamatosan Nagy-Dunai kistérség vezetése, és a Nagy-Dunai kistérségben élők folyamatosan segítjük az ukrán hadsereget, ellátjuk, amivel csak tudjuk, eszközökkel, volt úgy, hogy élelmiszerekkel, éppen mire volt szükség. Ez ügyben folyamatosan konzultálunk a hadkiegészítő parancsnokkal, és mindig a lehetőségeinkhez és az igényekhez mérten igyekszünk segíteni. Vásároltunk már több teherautót, több terepjárót, platós terepjárót, többször küldtünk a frontra harcolóknak élelmiszert, most pedig, mint tudjuk, mióta a Kahovkai gát megsérült, annak a környékén az ivóvíz ihatatlan lett. Úgy a talajvíz, mint a felszíni kutakból fogyasztása alkalmatlan a víz, mindenféle fertőzés került ezekbe a vizekbe. A járási adminisztráció vezetője keresett meg minket, hogy a 128-as dandár vezetése kereste meg őt, hogy vízre lenne szükségük, és ivóvízre, ásványvízre lenne szükségük, és van-e lehetőség valahogy eljutatni. Na, hát rögtön abban a pillanatban reagáltunk a kérésre, és ásványvizet, és egy kis teljesítményű, nagyon halk áramfejlesztőt is küldtük nekik, ami, mint elmondásuk szerint, megkommunikáltunk a telefonon velük, nagyon megkönnyítik nekik az ott eltöltött idő, sajnos, mert olyan áramfejlesztőt küldtük nekik, amiben nincs hang, szinte hangtalan, kevés fogyasztású és picike, mobilis segíti őket a drónjaik akkumulátorjának, telefonok, akkor is rádiók akkumulátorjának a feltöltésében. Jövő heti tervünk pedig megint konzervek, és megint ásványvíz a 128-as standárnak. Ugye ez a jövő hétre van nekünk beütemezve több száz kiló húskonzervet, és megint egy raklap vízzel segítjük őket. Nemrégen adtunk át egy drónt, amit az önkormányzatunk vásárolt. Véleményem szerint még ennyire nem örültek ajándéknak, mint tudjuk, hogy ez egy nagyon ritka Maverick 3-as 3T hőkamerával felszerelt felderítő drón volt, ami nagyon most per pillanat ez a top, ettől azt hiszem, hogy nincs nagyobb teljesítményű, jobb. Ezt kapták meg tőlünk, ami, mint elmondták, hogy éjszakai felderítő feladatokat fog végezni, amivel hozzájárulnak a katonák védelméhez, időbeni reagálásához. És megint terve van, most kezdjük a gyűjtést, egy platós telepjáró vásárlás, amit tervé szerint másfél-két hónapon belül át tudunk megint adni a hadsereg számára. Szerveztünk egy vérvételt is, és már szervezzük a következőt. Nagyon nagy szükség van a vérre a hadsereg köreiben, rengeteg a sebesült, és megkértek minket, hogy segítsünk nekik ez ügyben is. Még nincs fixálva a következő vérvételnek az időpontja, de szeretném közölni a nagydolgony emberekkel, tudtuk radni, hogy nagydolgony kistérségben élőkkel, ha van rá lehetőség, akkor jöjjenek és adjanak vért a hadsereg számára.